A hatodik helyen állt az MMTK az NB2 keleti csoportjának 12 csapatot számláló mezőnyében, amikor a szövetség felfüggesztette a bajnokságot. A pontvadászat nem folytatódott, eredményt nem hirdettek, Csonkán ért véget a 2019-2020-as idény. A játékosok hosszú szünet után, június első hétvégén a hagyományos záróvacsorán találkoztak ismét, ahol megtudhatták, hogy új edző irányításával vágnak majd neki a következő szezonnak. Falcsik Miklós, a NB2-es női csapatnak a vezetőedzője, az korábbi években is már az utánpótlás szakágnál dolgozott a Magyar Kézilabda Szövetség régén itt a régióban, és most a Kézilabda Szövetség úgy döntött, hogy döntés eljárította őt is ezzel a döntéssel, hogy vagy a szakfelügyeleti rendszerben dolgozik tovább, vagy pedig edzőként tevékenykedik, így aztán Miklós ez első tevékenységet, az a szakfelügyeletet választotta. Így aztán nekünk viszonylag rövid időnk volt arra csak, hogy edző kérdésben döntést hozzunk. Hála jó Istennek egy olyan edzővel sikerült megállapodnunk végre, mondhatom, hogy végre, hiszen már többszöri felkérést utasított vissza, aki az előző szezonban is a csapat mellett dolgozott, az utánpótlását, illetve a felnőtt csapat játékosait kiválóan ismeri, ez pedig Drabik Péter, akivel leültünk és viszonylag hamar sikerült megállapodnunk, hogy a 2020-21-es bajnoki évben a Máté Szakmai MTK női felnőtt csapatát, illetve az ifjúságkorú játékosoknak a szakmai munkáját irányítsa. Mint az elnök elmondta, jelentős játékos mozgás nem várható, de mivel lesznek távozók, a pótlásukról gondoskodni kell. Kis Judit az egyik távozó, sajnálatos módon mondom, hogy távozó, neki családi okokra való hivatkozása, magánéleti átrendeződése miatt választotta azt, hogy most a csapat tagságát megszünteti, és Rozman Melinda, aki még kérdőjeles ugyan, de neki ugye a utazással, illetve neki is a családi teendőivel gyakorlatilag úgy néz ki, hogy el kell, hogy búcsúzzunk tőle. Ezáltal egy irányító és balszélsői pozícióban van mind a két játékosunk, vagy ott tudtak használni őket leginkább, úgyhogy ez a poszt egy kicsikét üressé vált. Így aztán a jövőben erre a posztra, valamint a korábbi években is már nehézséget jelentő beállós pozícióba szeretnénk játékosokkal fölvenni a kapcsolatot és ebben megegyezésre jutni. A csapat az új edző Drabik Péter irányításával augusztus 3-án kezdi el a felkészülést a szeptember 19-én induló 2020-21-es idényre. A felnőtt csapat mellett 16 utánpótlás együttest is indít a bajnokságokban a Máté Szalkai MTK.